Nem mondtuk-e már otthon az áramszámlát, mert úgyis egyedül világítok. Az önérónia sem áll távol hazánk egyik legismertebb televíziós riporterétől. Balogh Szilárd, ismertebb nevén Bóis megtöltötte a Vásárhelyi Pál építőipar és környezetvédelmi vízügyi torna tornatermét érdeklődő diákokkal. Az országjáró rócsó helyszínein Csernobírról és az atomkatasztrófa helyszínén tapasztaltakról beszélt. Csernobillal kapcsolatban rengeteg, sokkal több a legenda, mint a valóság, és azok, akik, én úgy gondolom, hogy Dezsővel és Zsoltal mi szerződtünk az élettel a tények tiszteletére, ezért mi megpróbálunk tényanyagot, emellett a tárgyi tudás mellett pedig tapasztalatot is átadni, úgyhogy ezért tartom ezt fontosnak, hogy ne egy tankönyvből olvassák el, hogy akkor a száraz tények 1986. április 26. -a hajnalban milyen, emberi hiba mit okozott, hanem azt, hogy élőben is el tudjuk nekik mesélni azt, amit mi láttunk, és jó esetben más pedig nem. Frutko nem szereti a sallangokat, az eszköze mindössze egy mikrofon. Szerinte ennyi szükséges ahhoz, hogy hitelesen át tudja adni a hallgatóságnak tapasztalatait, tudását, és hogy viszonozni tudja a szeretetet, amit országszerte kap az emberektől. Ez egy felelősséggel jár. Az újságírás és a nyilvánosság egy hatalom, amellyel meg kell tanulni élni és nem visszaélni. Igazából azt találom meg, hogy ebben a politikával nagyon-nagyon súlyosan megsúlyosbított közéletben, ahol minden politikáról szól, teljesen mindegy, hogy melyik oldalról, nagyon-nagyon én azt látom, hogy arra van nagyon igény, amikor egy ember azt mondja, hogy a politika nem tudja semmilyen módon befolyásolni, hanem igazából hétköznapi hősökről, olyan emberekről ö, beszélek, amely akár a szomszédember is lehet. A Csernobil szerkesztője hosszabban mesél előadásairól és az atomkatasztrófa helyszínén tapasztaltakról a péntek esti Weekend című műsorunkban.